28. fejezet teljes örömnek tartsátok. Jakab a levelét az elszortan levő 12 nemzetségnek Jakab levele egy-egy címezte. Csak aki olyan volt, mint a mester, az volt képes kiállni és ezt mondani, teljes örömnek tartsátok atyám fiai, mikor különféle kísértésekbe estek, Ugyanott ott második vers. Hogyan írhatta Jakab, hogy teljes örömnek tartsátok, hiszen el voltak szóródva mindenfelé a teljes bizonytalanságban üldöztetések közepette. A szentírásban ez áll. Bújdosva, pusztákon és hegyeken, meg barlangokban is a földnek hasadékaiban. És idókhoz írt levél 11.38. Népe szétszóratott, de Isten velük volt. Nem számít, hol vagy, ha Isten veled van. Az, aki veled van, milliószor nagyobb, mint azok, akik ellened vannak. Ó, bár csak láthatnánk Isten kegyelm által, hogy az Isten erő boldog mondásai milyen kedvesen sutokban jönnek hozzánk. Nyugodj meg, gyermekem. Minden rendben van. Csak maradj nyugtan, és lásd meg az Úr szabadítását. Ó, mi minden történne, ha megtanulnánk azt a titkot, hogy elég egyszer kérni és hinni. Milyen hasznos lenne, ha egyszerűen eljutnánk oda, ha tudjuk, hogy minden karnyújtás nyira van. Isten azt akarja, hogy lássuk, minden akadály elmozdítható. Isten elvezet bennünket oda, ahol nehézségek vannak, ahol nincs öröm, ahol éles helyzetek vannak, ahol minden nagyon nehéz. Tudod, hogy nincsenek lehetőségek emberi szinten, neki kell cselekednie. Mindezek a helyzetek Isten rendelései. Ő megengedi, hogy megpróbáltatások, nehézségek, kísértések és tanácstalanság keresztezze az utunkat, de nincs ez a kísértés, vagy megpróbáltatás, amelyből ne készített volna, ut volna kiutat. Te nem tudod a kiutat. Isten az, aki átsegít. Sok szent kéri, hogy imádkozzam az idegrendszeréért. Karantálom, hogy nem lenne az egész világon egyetlen ideges személy sem, ha megértenék János első levelének negyedik részét. Olvassuk el a 16-18. verseket. És mi megismertük és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét. Az Isten szeretet és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és az Isten is ő benne. Azzal lesz teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizodalmunk van az ítélet napjához, mert amint ő van, úgy vagyunk mi is a világban. A szeretetben nincsen félelem, sőt, a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben. Hadd mondjam el, hogy mi, teljes, mi, a teljes szeretet. Aki hiszi, hogy Jézus az Isten fia legyőzi a világot. János első levele 5.5. Mi az üdvösség bizonyítéka és biztosítéka? A szívbéli hit Jézusban. A szeretet minden kifejeződése a szívben van. Amikor szeretetben kiöntöd a szívedet Istennek, egész lényed, egész éned vágyik rá. A teljes szeretet azt jelenti, hogy Jézus megragadja indulataidat, vágyaidat, gondolataidat és mindent megtisztít. A teljes szeretetben nincs félelem. Friss agyaga a fazekas kezében. Isten teljesen át akar bennünket itatni igéjével, az ige élő igazság. Sajnálom azokat a hívőket, akik egy egész hetet leélnek kísértés nélkül. Hogy miért, mert Isten csak azokat próbálja meg, akik méltók rá. Lehet, hogy nehézségeken mész át. Megpróbáltatások szaporodnak. A sötétség megjelenik, és kezd olyan sűrűvé válni, hogy semmit nem látsz. Halleluja! Isten átsegít ezen is. Ő a szabadítás istene és az erő istene. Szabadítása közel van, ha hajlandó vagy csak hinni. Felkem friss olajjal, túlcsorduló módon megtölti poharad. Jézus Géleát balzsamja, igen, ő sáron rózsája. Hiszem, hogy a Szent Szellem Isten a boldogságnak és szépségnek olyan tökéletességével akar összhangba hozni, hogy ezt mondjuk. Uram, uram, még ha megölsz is engem, azért én bízom benned. Amikor Isten keze rajtad van, és az agyak friss a fazekas kezében, akkor tökéletes edény készül. Így van ez, amíg hajlítható vagy. Csak az olvasztott aranyból vernek pénzt, csak a nedves agyagot formázzák, csak a meglágyított viaszba nyomható pecsét, csak a megtört bűnbánó szívekben hagy új nyomat a fazekas, miközben forrít egyet a korongján, mert ezeket azért formázzák és égetik ki, hogy felvegyék és megtartsák ezt az új nyomot, Isten tiszta aranypecsétjének nyomát. Isten akár ma is elpecsételhet, újjágyúrhat, megváltoztatja a látásodat, eltávolíthatja a nehézséget, a peregek ura köztetek van, és szeretetekre vár. Ne felejtsd Jézus kérdését, Simon, Jónának fia, jobban szeretsz engem ezeknél? János evangéliuma 21.15 Isten csak arra hagyja lesújtani a büntetőpálcát, ami megrongálná az edényt. Ha van benned bármi, ami nem engedelmeskedik és nem hódol a mindenható Isten tervének, bármi, ami csak részben szellemi, azt nem őrizheted meg. Amikor az Úr szelleme tökéletes uralmat nyer, akkor elkezdünk emberi testünkben dicsőségről dicsőségre változni Isten világosságának kisugárzásától. Egész testünk birtokolni kezdező életének teljességét, amely megnyilvánul bennünk, amíg Isten képessé nem tesz bennünket arra, hogy mindenre legyen hitünk. Testvéreim, ha egységbe és közösségbe kerülünk a magasságos Istennel, emberi természetünk remegni fog a jelenlétében. De ő képes eltörölni minden tökéletlenséget, minden nyugtalanságot, minden hűtlenséget és ingadozást. Olyan vigasztalással erősít meg, hogy meg tudunk nyugodni a Szent Szellemben, Isten ereje által. Isten nagyobb magasságokba és nagyobb mélységekbe invitál bennünket. Tegyél jobbá és tisztíts meg a tűz által, mely finomít, hol leheled, ted édesebb és fényes dicsőség borít. Vigy magasra fel a hegyre, közösségbe te veled, forrás látok szent fényedben, és megtisztít a véred. Új látás. Mostanában értettem csak meg igazán, hogy van a Szent Szellemnek egy olyan megszentelése, amely a gondolatokat is megszenteli, amitől az élet csodálatos, szeplő nélküli lesz. Ahogy közelebb kerülünk Isten jelenlétéhez, a Szellem kijelentéseket fúval felénk szentségéről, és végül új, a jelenre is a jövőre vonatkozó tervet mutat be nekünk. Isten számunkra tartogatott örökségének magassága, mélysége, szélessége és hosszúsága igazán csodálatos a Róma 8.10-ben ezt olvassuk. Hogyha pedig Krisztus ti bennetek van, jól lehet a test holt a bűn miatt, a szellem ellenben élet az igazságért. Micsoda látás szeretteim! A test holt, mert a bűn Isten megítéli és elpusztítja. Az egész testet teljességgel halára adta, és emiatt részesülünk igazságosságából, és szemléljük szépségét. A szellem élet, szabadság, öröm. A szellem a lelket a menny jelenlétébe emeli. Ó, milyen dicsőséges! Teljes örömnek tartsátok, atyám fiai, mikor különféle kísértésekbe estek. Lehet, hogy ezt mindez idáig teljes nyomorús, szomorúságnak tartottad. Ne törődj vele, változtas irányt, és sokat fogsz nyerni belőle, többet, mint valaha is azelőtt. Ezt mondd meg most Jézusnak. Fejezd ki neki belső szívdobbanásaidat. Mindent ismer, mindent ismer. Atyám ismer, mindent ismer. A keserű könnyek még gyorsan múlnak el. Ő ismer, atyám mindent ismer. Néha megváltoztatom ezt a dalszöveget. Most így megváltoztatva is szeretném elénekelni, mert az éremnek két oldala van. Az ő öröme még gyorsan áraszt el. Ő ismer, atyám mindent ismer. Ó igen, este jöhet a keserűség, de reggel öröm köszöntve. Halleluja, sok hívő soha nem néz fel. Jézus felemelte szemeit, és ezt mondta: Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál engem. Majd nagyon nagy hangon ezt kiáltotta: Lázár, jöjj ki! János Evangélium a 11.41.43. Szeretteim, Isten azt akarja, hogy a feltámadás érintése elérjen bennünket. Belekerülhetünk olyan dolgokba, amelyek szomorúságot és bajt hoznak, de ezek által Isten az ő mélyebb megismerésére vezet. Soha ne ragaszkodj emberi terveidhez, amikor Isten szól. Az utasítást abból a mindenható forrásból vedd, amelynek minden bőség rendelkezésére áll, amely soha nem apad el. Pénzszekrényei feneketlenek, mértéktelen bőségben állnak rendelkezésre, és alig várják, hogy ránk kömöljenek. Hallgass meg, mit mond a szentírás. Isten mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül adja, nyakab levele együtt. Isten mindenható keze eléri gyengességünket, és így szól. Ha van bátorságod bízni bennem, és nem ingadozol bőségesen, megelégítelek téged a legfelsőbb Isten kincstárából. És szemrehányás nélkül. Mit jelent ez? Azt, hogy Isten megbocsát, ellát, megnyitja az ajtót teljességéhez, és közli velünk, hogy mindezt megtette. Amikor ismét hozzámész, megint túlcsordulásig tölt, mérték nélkül, és kifejezi atyai szeretetét. Ki szeretne valamit Istentől, ő képes betölteni minden szükséget. Az éheseket javakkal elégíti meg. Jézus nevében kérdezlek titeket, minden gondotokat ő rá fogjátok vetni? Mert ő gondot visel rátok. Én ma nagy szükségben vagyok. Nagyon akarom a túlcsordulást. Gyertek szeretteim, zokogjunk együtt. Azt hiszem, egy kiadós zokogás most jót tenne. Szánalomra méltó vagy, ha nem tudsz sírni. Nagyon köszönöm Istennek a könnyeimet. Segítenek nekem. Nagyon szeretek Isten jelenlétében zokogni. Isten segít nekünk. Dicsőség Istennek. Ő betölti az éhesek szükségét. A prédikátor és üzenete. A Trials of Faith, Oakland, Kalifornia, 1925. augusztusi számának 173-177. oldalain található. A kaliforniai Berkeley-ben hangzott el a Pentecostal Camp meetingen, és O.C. Smith Glad Tidings Temple, San Francisco jelentette meg. A legnagyszerűbb dolog, amit valaha átélhetsz, egy nagy megpróbáltatás, mondta Wiglesworth. Ekkor öltözöl ünnepi díszruhába. Ekkor foglalod el örökségedet. Vold meg pozíciódat Istenben, és körül lesz véve Isten minden erőforrásával a megpróbáltatás idején. Kiállst, távozz tőlem, sátán, és a legnagyszerűbben fogod magad érezni a földön. Ha viszont csak susoksz, akkor épp ellenkezőleg. Whitaker, I am 22. oldal, lásd be vezetési jegyzet 3.